Kolozsvárnak nagyon sok arca van. Ezekhez az arcokhoz hozzátartoznak a történetek, különböző városi legendák és tévhitek is. Egy ilyen tévhit az is, hogy Mátyás király szobrán a magyar címer volt látható. Eredetileg Mátyás király címerét helyezték el oda, és ezt később eltávolították. A szobor eltávolítása is felmerült a trianoni döntés környékén, amikor a román állam a magyar terek szimbolikus bevételét is elkövette. Viszont ezt a lépést nem lépték meg, féltek a nemzetközi visszhangtól, már ekkor túl híres és túl elismert volt ez a szobor, mert az 1900-as Párizs világkiállításon Grand Prix-ben, vagyis nagydíjban részesült. Később, az 1990-es években viszont Kolozsvár hírhedt polgármesterének, Funárnak újra megfordult a fejében, hogy eltávolítsa a térről, ezt pedig az emberek élőlánccal akadályozták meg. Városi legendák szerint a Szent Mihály templom alatt egy 8 emeletnyi mély temető lakozik, illetve ott van a Mundus, a római alvilágnak a kapuja. A valóság természetesen nem ez, hiszen nincs 8 szintes temető a templom alatt, amit mit se bizonyít jobban, mint a most nyáron történt régészeti ásatások. Valóban találtak sírokat a templom belsejében, de ezek újkori sírok voltak. Bár a Transzilvánia szálló egy nagyon hosszú múltra tekint vissza, már régóta hotelként funkcionál, a városi legenda szerint itt szállt meg a Dracula írója, Bram Stoker. A valósághoz viszont hozzátartozik, hogy ő maga soha nem járt Romániában, nemhogy Kolozsváron. A mítoszra az adhatja az okot, hogy a regény főhőse viszont Romániában töltött első éjszakáját Kolozsváron tölti el, egy bizonyos Royal Hotelben. Az egyik legenda szerint Kolozsváron volt egy vár a középkorban. Ez nem igaz, ugyan a valósághoz hozzátartozik, hogy Kolozsmonostoron, a mai Kálvária templom körül volt egy földvár, amiből ma csak egy dombot érzékelünk. Ezt viszont nem fejlesztették tovább. A város az itt fejlődött, az Óvár, a mai Óvár területén, ezt pedig körbevehették fallal, erről is szólt az 1316-os kiváltságlevele a városnak, amikor városi valamit kapott. Ezt követően a nagyobb város területet 1405-ben kezdhették el fallal körbevenni. De ekkor is csak várfalról beszélhetünk, semmiképp sem várról. Később, a 18. században már elkezdtek építeni a fellegvárra egy barokk várat, de ez nem valósult meg teljes egészében. Nem mítosz, hanem valóság az, hogy a mögöttem álló épületben született Mátyás király. Annak idején Méfi Jakab szőlős gazdának volt ez a háza, és Szilágyi Erzsébet a vajdahunyadi építkezések fáradtságaitól jött ide Kolozsvárra. Fáradtságai elől jött ide Kolozsvárra. Egészen biztosan erről a házról, ebben a házban születhetett Mátyás király, hiszen 1467-ben kiállított egy oklevelet, amiben felmentette a városnak fizetendő adó alól. Pontosan ezért mindig nagyon jól számon volt tartva, hogy melyik ház ez a kiváltságozott épület. Csak az 1700-as évek közepén vásárolta meg a város, hogy az adó fizetés problémáját megoldja. A házat elsőként a 19. század legvégén restaurálták, 1902-ben adták át, de akkor teljesen másképp nézett ki, mint ma. A mai állapotát azt Kós Károlynak köszönhetjük, aki az 1940-es években vezette a háznak a felújítását. Ekkor adták vissza a középkori kinézetét. A mögöttem látható kapun nagyon jól megfigyelhető, ahogy a régi eredeti kövek, amelyek sötétebb színűek, az újrafaragott darabokkal együtt élnek ezen a házon. Egyes legendák szerint Kolozsvárnak a címerében azért szerepel három torony, még furfangosabb legendák szerint három kapu, mert a városnak ennyi kapuja vagy torna lett volna. A valóság az, hogy a középkorban, amikor a nagyobb várost körbevették fallal, összesen 18 tornya volt ennek az erődítésnek. Városkapu is több volt, nem csak egy, ebből viszont napjainkban egyetlen egy sem látható. Ami látható és közismert, az a szabó.
Egyeseknek az sem teljesen világos, hogy vajon Kolozsváron időzött-e a török, elfoglalták-e a várost. 1658. szeptemberében körbevették a várost és megostromolták, feldúlták a hóstátokat és raboltak, viszont konkrétan nem vették be Kolozsvárt. 60 ezer császári tallér hadisarcot követeltek, ennyit kellett a városnak fizetnie, viszont cserébe elvonultak. Nem sokkal ezután Váradot bevették, így Kolozsvárból Végvár lett, de nem került török kézre. A Mauksinc kripta az közel távol az egyetlen klasszicista felfogású piramis alakú síremlék. Tulajdonosai a Hinz család, akik igencsak módos családnak számítottak Kolozsváron, hiszen az övék volt a gyógyszertár a főtére, a mai gyógyszerészeti múzeum. Kolozsvár valóban Erdély kulturális fővárosa, viszont nem a rómaiaknak köszönheti ezt, de még csak nem is a középkori állapotának. A középkorban ugyanis, bár rohamos fejlődésnek indult, nem volt a térség legfontosabb városa. Politikai súlya először akkor lett, amikor a 18. század végén ide költöztette Bánffy György kormányzó, a gubernumot. Ezt követően fontos kulturális központtá a 19. század vége fele vált, amikor megnyitották a Ferenc József Tudományegyetemet. Ez volt az a löket, ami megpecsételte Kolozsvárnak a későbbi egyetemi város megnevezését.